és egybegyűltek tisztelt eltársak. Azoknak, akikkel még nem találkoztam volna, egy röviden bemutatkoznék. Huszti Andrea vagyok, a Magyar Munkáspárt a Pártszövetség elített Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnöke. Politikai munkát 20 év ápolói hivatás után 2011-ben kezdtem, amikor is több kollégámmal együtt alapítottunk egy egészségügyi szakszervezetet. Innen már egyenes út vezetett a éppen abban az évben alakuló Magyar Szolidaritás Mozgalomhoz, amely pártunk egyik előszervezete. És nem utolsó sorban büszke édesanyja is vagyok egy felnőtt lánynak, akinek azt hiszem, hogy sikerült átadnom a baloldali értékek fontosságát. Beszédemnek először is védőbeszéd jelleget kell öltenie. Miért? Hiszen előre tudjuk, hogy a velünk radikális baloldaliakkal szemben cinikus egyének ezen közös eseményünket úgy fogják bemutatni, úgy fogják elkönyvelni, mint a reménytelenül noszfagiázók összejövetelét, a múltban élők mélabús önostorozását. Kétségünk se férjen ahhoz, hogy a tőkés sajtóban, ha egyáltalán említést tesznek eseményünkről, az említett cinikus tálalás fog érvényesülni. De mindez nem véletlen. Számtalan szociológiai munka kimutatta már, hogy rendszerváltások óta a Kádár nevével félmjelzett korszak megítélése fiatalok körében egyre pozitívabb a jelenlegi kapitalista rendszerünk hátrányára. De hiszen hogyan is vádolhatnánk azokat a magyar fiatalokat nosztalgiával vagy múltbarévedéssel, akik felnőtt életüket már a kapitalizmusban kezdték, vagy már a rendszerváltás után születtek. A legnagyobb bűnük ezen fiataloknak, hogy beszélnek szüleikkel, hogy megkérdik. Anyu, ez nálatok is így volt. A legnagyobb bűnük, hogy érdeklődnek, utána néznek, olvasnak, összevetnek, és végül következtetésre jutnak. Meglepő hát, hogy a kormányhoz és ellenzékinek hazudott formációkhoz tartozó sajtóorgánumok vagy hallgatnak ezen eseményünkről, vagy cinikusan lepít májákhoz. Kétségünk se férjen ahhoz, hogy olvassak egy hasonló szociológiai kutatásokat a tőkéspártok kombinásról. Olvassák ezeket. És ami a jelenlévőknek reményforrást jelent, nekik rettegéssel ad okot. Nem véletlen, hogy ilyenkor összezárják soraikat, s felszíre kerül az állítólagos ellenzék és a kormány közös nevezője, az antikommunizmus. Ügyefogyottak módjára hevegnek, habognak és váltvetve versengnek a kommunistázásban. Orbán bolsevik módszereiről vagy a Fidesz kádárizmusáról olvashatunk a tőke baloldalán, genderkommunistákról vagy az egyetemen megbúvó kultúrmarxistákról hallhatunk a tőke jobb oldalán. Egyik szemünk sír, a másik nevet, amikor ilyen maldosságokat olvasunk vagy hallunk a tőkés sajtóban. Komikus, hogy ebben az országban mindenki kommunista, csak az nem, aki valóban egy szocialista gazdasági rendszerért küzd, aki valóban Kádár eszmeiségét őrzi. Egy szóval csak azok nem kommunisták, akik itt megemlékeznek, vagy, és ez a jövő szele, kiknek itt foglaljuk mellettünk a helyet. Következményeiben tragikus viszont az a tehetségtelen gonoszság, amelyből az említett megtévesztés szándékoltan és untalanul árad. Egy pillanatra se kételkedjünk abban, hogy a fiatal és érdeklődő munkástömegek megtévesztésére játszanak. Mondjuk Marx úr, az osztálytudatra ébredéstől tartanak. Nekünk kötelességünk ezen mesterkélt illúziókat félrehessegetni, meg kell értetnünk a magyar dolgozókat, hogy az uralkodó osztályok ideológiai intrikái miképpen nyomják le őket a megosztottság mocsarába. És tudatnunk kell velük, hogy a kádári múlt fenyegetően kísérték kizsákmányolóinkat, míg nekünk rozgó vágyaink és alapvető igényeink szimbóluma. És nem csak szimbólum. Kádárban egy ízig, vérig magyar sorsot ismerünk meg, amely míg kapitalizmus lesz hazánkban, testet fog ölteni fiatal munkások életébe. Idézek egy Kádár János interjúból. Voltam bolytár falusi kondásnál, szolga gyerek kuláknál, vici gyerek, újságkihordó fiú, kifutó a városban, még kilakoltatott is.
Dolgoztam reggel 5-től, míg a tanítás nem kezdődött az iskolában, majd délután újra, késő estig. Azután jöttek az akkori inas élet gyönyörűségei, és amikor segéd lettem 1929-ben, a nagy gazdasági válság, a munkanélküliség. Így élt abban az időben az egész ifjú munkás nemzedék. Ha Kádár János ma lenne 20-as éveit taposó ifjú munkás, erről számolna be. Voltam kukoricát címerező idénymunkában, konyhai kisegítő diákmunkában, ételfutár, forgalomszámláló diák a BKV járatain, szüleim devizamitele után még kilakoltatott is. Szakmunkás képzés során már éjszakai műszakban dolgoztam, telefonos ügyfélkapunál, vagy másnap reggel iskola. Azután jöttek az akkori közmunkás élet gyönyörűségei, és amikor segédmunkás lettem 2008-ban, a gazdasági válság, a munkanélküliség. Így élt abban az időben az egész ifjú munkás nemzedék. Ezzel az időbeli átütéssel kívántam szemléltetni azoknak, akik még csak sejthetik, hogy miről is szól a mai megemlékezésünk, akik csak rebesgetik, hogy mit értünk akkor, amikor kijelentjük, hogy a kádári sors mintázata húsvér alakot ölt a mai fiatal munkások életében is, hogy mit mondunk azzal, hogy nem üres nosztalgiázásra gyűltünk itt ma össze. A te haragod, amikor kilakoltattak, Kádár haragja volt, amikor őt lakoltatták ki. Egy azon harag, egy azon népben, egy azon sors és osztályközösségben. Amikor nyakadba vetted a munkanélküliséget, frászt, amikor a nyakadba ültették, és az hétről hétre, hónapról hónapra csak terebélyesedett, kiszívva belőled a kedvet, és elszívva előled a levegőt, fulladozott ugyanúgy, és húsult ugyanúgy, mint ma te 100 meg 100 ezer munkás forti rendszerében. Az a kiszolgáltatottság, amelyet a közmunka során tapasztaltál, hasonszörű gyönyörűségekkel kecsegtetett Kádárnak és ifjú munkás társainak, csak akkor még inas lépként, szolgalépként mutatkozott be nekik az a kedves állapot. Ha te a 2020-as évekből mesélhetnél arról egy 1920-as években felnővő ifjú munkásnak, hogy milyen is kialvatlanul koptatni az iskolapadot, milyen is a túlóra 100 évvel ezelőtt, egy 100 évvel ezelőttről ásítva bólogató arc tekintetét fűkészhetnéd. Na nem unam lombol ásítanak. Együttérzésből. Múltbéli munkástársad tudná nagyon jól, hogy miről beszélsz. Végül, mikor mindezt megelégelted, ahogy a 100 éve is megelégelték a munkások, te szervezkedni kezdtél. Ők párba léptek, te kikupáltad magad, ők meggyőződtek arról, hogy a világrendje bizony nincsen ilyen módon elrendelve, akkor úri ifjakkal a kezdettel körülöttetek kesejükként keringeli. Az említett cinikusok, az arisztokrata sarja, és cincálni kezdenek. Te miket is gondolsz, meg merészelsz? És rögötték ezeképpen Kádárékat is. Mit tudsz te, te proli? Válaszoljunk, és ezzel térjünk védőbeszédből vált beszédre. Hát kérdezzük csak meg, vessük csak össze. Mi, prolik, ahogy ti szerettek hívni minket, Kádár rendszerében többségében munkás és paraszti háttérrel rendelkező képviselőt ültettünk a képviselőházba. Kapálásból és kapálás mellett tanulókat, inasokat és volt szolgákat, textilgyári munkásokat, uraságok sofőrjeit, földművelőket és vasutasokat, és még sorolhatnám. Míg mi prolik voltunk hatalmon, felszámoltuk az írástudatlanságot, elmélyítettük a magyar zenei, irodalmi, filmes kultúrát. Elvittük Kodályt és Bartókot a kétkezi munkásokhoz, operába hívtuk a parasztot, könyvtárat és falumozit vittünk a legkisebb településekre is. Tiúrizáló rendszerváltók, Kádár károsult, arisztokrata sarjak pedig mit kezdtetek a kölcsönbe kapott hatalmatokkal? Elhoztátok nekünk a Mónika Sót és társai. Kérdeztétek, mit tudtok ti prolik? Amikor a magyar képviselőház proletárokkal és parasztokkal volt feltöltve, a jövedelmi különbségek nagyjából 1-10 arányában oszlottak meg, és akkor még a legjobban fizetettek a kutatók, képzett munkások, a mérnökök voltak. A ti rendszeretekben pedig a jövedelmi különbségek felső határa csillagos ég. A
Kádár nevével félnyelzett szocialista időszakban lényegében ismeretlen volt az éhezés, az alultápláltság. Egy ilyen rendszert hoztak létre azok a büdös trollik és parasztok, parlamentbe kerülvén, akik maguk is személyesen tapasztalták az éhezést, a kilakoltatást, a kizsákmányolást, a bizonytalanságot és a munkanélküliséget. És ti, kedves arisztokraták, kedves rendszerváltók, ti milyen rendszert hoztatok létre? Ti kiépítettétek a kapitalizmusotokat, és 300 000 honfitársunkat alultápláltságra ítéltétek. 1989 és 2012 között éves átlagban 251-en haltak fagytalált a ti rendszereteknek köszönhetően. Folytathatnám? Igen, sajnos folytathatnám. Beszélhetnék még pedagógusi, orvosi, ápolói sorsokról. Összehasonlíthatnám az 1000 főre jutó erőszakos bűncselekmények számát a proletár és a burzsoá rendszerben. Beszélhetnék bővebben a közoktatás állapotáról, vagy arról, hogy mennyi is volt a szocializmusban az átlagos kivizsgálási idő az egészségügyi intézetekben, és mennyi az ma. Összehasonlíthatnánk az épült és épülő bérlakások számát, és ezt is csak sorolhatnám, nagyon sokáig itt lennénk. De fogunk mi még munkásokat ültetni a parlamentbe. Fogunk mi még ülni a képviselőház soraiban, azok, akik forgattak már kapát a kezükben. Mikor újra átveszi a hatalmat a magyar dolgozó nép, csak egyet ígérhetünk. Úgy fogunk a ti tőkés és tulajdonosi osztályaitokkal bánni, ahogy ti bántatok 33 éven át a dolgozó magyarral. Ezen küldetésünkre jöttünk emlékeztetni ma magunkat. Kádár sírját nem tudjuk nehéz szívvel elhagyni, mert a küzdelem gyümölcsének hontja ez. Rügyezzék hát bennünk is ez a küzdelem. Köszönöm szépen!